Jézus Krisztus alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét. A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, előkészülete a nagy böjt, amely önmegtartóztatásra tanít, maga a feltámadás ünnepe pedig a keresztény lét erősítésére sarkal. A húsvét az mindig a kiemelkedő napjai közé tartozik minden templomi közösségnek. Hál' Istennek sokan jönnek, sokan gondolják bele az életükbe azokat a kérdéseket, amelyeket ilyenkor talán egyszerűbb tisztázni, hogy miért is vagyunk ezen a földön, mi az célja az életünknek, meddig is tart az valójában, és mindannyiunk lelkében van az alapvető vágy és elképzelés, hogy az ember túlmutat a biológiai valóságon, és Krisztus föltámadásában azért ebben mindannyian igenlő választ kapunk az Istentől. Manapság egyre kevesebb család tartja a húsvéti hagyományokat, a fiúk és férfiak többsége már nem kell útra hétfő reggel, a lányok és asszonyok pedig már egyre ritkábban festenek hagymahéjjal kifúrt és kifújt tojásokat. Ám a hagyományoknak mindig akadnak képviselői, őrzői, a Sóstó és Kanzenban is figyelnek arra, hogy az érdeklődőkkel megismertessék az ünnephez kötődő népi szokásokat. Már múlt héten is több óvodás és iskolás csoport vett részt itt kézműves foglalkozásokon. Nálunk otthon úgy tel a húsvét, hogy el szoktunk menni a Vidámparkba, és ott ad ilyen felülünk ilyen játékokra, lobogókra, utána hazamegyünk, csinálunk ugyanilyen tojásokat. Mi mindig először elmegyünk a nagyszüleinkhez, és meglocsolnak minket ott a fiúk, és mi odaadjuk nekik a tojásunkat. A gyerekek nem csak a tojásfestés rejtelmeivel ismerkedhettek meg, hanem a népi hagyományokról is hallottak. A húsvéti ünnepkörnek több rétege van. Van egy olyan is, ami a kereszténység előtti időszakból származik, és hát ez is a természet megújulásához, a termékenységhez kapcsolódik, és hát tulajdonképpen a locsolkodás is ezt szimbolizálja, amikor a fiúk, a legények meglocsolják a lányokat, és ezért cserébe tojást kapnak, hímes tojást. Természetesen vannak olyan vidékek, ahol például a szatmári beregi területen, ahol párosával adják a hímes tojást. Tehát ez is erre utal, erre a termékenységre, a fiú és a lány kapcsolatára. A húsvét a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás a tavasz eljövetelének időszaka is.